A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Második alkalommal rendezte meg mézünnepét a Szent István Mézlovagrend. A háromnapos találkozó a Kárpát-medencei mézlovagrendek részvételével színesítette a Királyi Napok programsorozatát. Negyedik alkalommal rendezte meg ünnepi találkozóját a Szent István Mézlovagrend. A Királyi Napok keretében az ünnepség sorozat első napjától az országzászló térre várta a Magyar Méhész Társadalom a látogatókat. A háromnapos találkozó keretében számos programmal színesítették a méz ünnepét. Az első és második napon a vásárlók voltak fókuszban, hiszen 8 sátorban kínálták míves termékeiket az ünneprő érkezőknek a hazai méhészmesterek. Az idei évről kérdezve gyorsan kiderült, hogy a szélsőséges időjárás alaposan megviselte a méhészeteket is, de ennek ellenére sikerült olyan évet zárniuk, amely nem okozott nagy veszteséget. Nagy Gyula méhészmester az Egyesület volt ennek számára is fontos, hogy a vészterhes időkben is tegyenek meg mindent a mézfogyasztás népszerűsítéséért. Az idei év a tavalyihoz képest messze elmaradt, tavaly viszonylag jó termés volt, az idén elég rosszul indult a kezdet, gyengék voltak a repce hordások is, utána pedig áprilisban volt kétszer is, háromszor is hajnali 7-8, mínusz 7-8 fokos hideg, és lefagytak az első akácrügyek. A szemlélődő, a lakosság azt látta, hogy volt bőven akácvirág, csak sajnos ezek a másod meg a harmad rügyekből jöttek, tehát a pótrügyekből, ami viszont nagyon kevés nektárt adott. Nagyon el is húzódott az akácméz szezon, és nagyon keveset gyűjtöttek róla, tehát azért, mert nem az eredeti rügyekről volt a virág, hanem a pótrügyekről. Későbbi időszakok sem lettek túl jók, a hárs is csak egy gyenge, közepes termést adott, ami bizakodásra ad alkalmat a napraforgó. Az viszonylag jól sikerült, itt Fejér megyében jó földek vannak, és jó is volt a napraforgó termés. Sajnos az árakkal nem vagyunk kibékülve, mert mindennek szinte ment fölfele az ára, a méhészeti dolgoknak, csak a méznek az ára nagyon alacsony. Tehát sok méhész azt gondolja már, hogy ki sem pörgeti a napraforgó mézet, hanem azt hagyja bent telelő méznek. Ennek tükrében milyen volt az idei év, mert látom, hogy azért a kínálat szélsőséges, mi mindent hoztál ide? Mi vándorlunk, alapvetően vándorlunk, tehát Sárszentmihályon van a telephelyünk, és azért az összes mézünket úgy adjuk el kipalackozva, és ezért kell a választék, tehát nagyon sokfele vándorlunk. A különlegességekre is elmegyünk, olyan, mint levendula, gesztenye, kevés családdal, egy 10-15 családdal megyünk el, azért, hogy legyen választék. Ebből természetesen kevesebbet is vásárolnak. A fő mézfajták, amik mennek, továbbra is a vegyes virágméz, akácméz, repceméz, a refluxosok, tehát hogy lugos kémhatású a repce, és a hárs, ez a négy, ami általában megy. Többiek azok már az ínyencek vásárolják inkább. Bakiné Mátyó Zsuzsanna sárszentmihályi méhész családjával együtt elkötelezett a méhészet iránt, kiváló minőségű termékeikkel sikerre ítéltettek, de ehhez természetesen szükségük van egy olyan évre, amikor a változékony időjárás nem nehezíti munkájukat. A mézeinket több különböző területen vándorlással tudjuk előállítani, illetve a méhek úgy gyűjtik össze, megyünk repcére, megyünk akászra, ugye Bakonyba, aztán megyünk, zselici házmézet gyűjtünk, kőszeg mellett gesztenyemézet, nagyon sokféle. Próbálunk minél több fajta mézet előállítani a méhek által, hogy szélesebb legyen a palettánk. A szörpöket, házi készítési szörpeinket hidegen készítjük el, tehát nem forraljuk, ezáltal a gyümölcsnek a vitamintartalma teljes mértékben megjelenik, hogy benne van a szörbe. Lekvárokat is saját készítésű, én házilag főzöm a lekvárokat. Az idei változékony időjárás mennyire zavarta meg a méhészeket, illetve a társadalmat? Sajnos megzavarta. Eddig a telephelyünk mellett volt repce tábla, arra nem kellett vándorolnunk. Idén sajnos arra is kellett már vándorolni. Ahhoz, hogy az akácmézből az elegendő mennyiséget tudjuk termeltetni a méhekkel,
háromszor kellett vándorolni Akácra, hogy meglegyen ez a mennyiség. Az idei év abból a szempontból jobb a tavalyihoz képest, hogy legalább volt csapadék. Tavaly ugye a szárazság kedvezőtlen, időjárás nem volt megfelelő. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is jó lesz ez nekünk ez az év, hogy az időjárás is kedvez. Nyerges József hazánk egyik legismertebb méhésze úgy fogalmazott az idei évről, hogy a méz továbbra is bizalmi kérdés, és reményét fejezte ki, hogy a hasonló rendezvények segítenek abban, hogy a vásárlók egyre nagyobb számban keressék a magyar mézet az üzletekben. A méhészeti év ez kettős arcú volt. A tavalyi nagy szárazság után, ami viszonylag jó méztermést biztosított a méhészeknek, legalábbis a Dunántúlon, hisz pont az utolsó pillanatban mindig kaptunk egy kis esőt, ami segítette a nektár termelődést, és ezáltal a méhcsaládok mézgyűjtését. Az idei évben sajnos a tavasszal már egy nagy fagy után voltunk. Tudni kell, hogy a repcét is egyre kevesebbet vetnek a növényvédelmi problémák miatt a megyében. Évről évre 20%-kal kevesebb a vetés területe. Az idén még ennél is sokkal kevesebbet vetettek, tehát már nagyon sok méhésznek, főleg aki álló méhészetben méhészkedik, a repce már a röpkörzetében nem volt megtalálható. Az akác itt a megyében, az mezőföldön nagy részt elfagyott, tehát megint csak nem volt vándorlás nélkül, sőt, mi több néhány méhésznek vándorlással se volt elfogadható méztermése. Nyáron a megyében az ilyen alternatív nektárforrások, mint facélia, mustár, olajretek nagyon-nagyon kevés érhető el. Hárs a vértesben is csak szorványhárs van, vagy a bakonyban is, tehát nagy hársasokról se beszélhetünk. Gyakorlatilag a megyében a napraforgó az, amelyik az idén a főhordást adta. Nagyon sok méhész napraforgó virágzásig nem is pergetett. Napraforgó alatt azok a méhcsaládok, amelyik jó karban voltak, tehát viszonylag atkamentesen, nozémamentesen élték túl a nyarat, nyári hidegeket és esőket. Viszonylag egy jó, közepesnél jobb termést tudtunk az idén elvenni ezektől a méhcsaládoktól. Ennek tükrében mit hoztatok ide erre a mézünnepre? Mindenki elhozta a mézeinek a színejavát, hisz ez nekünk egy mézünnep. Immáron a negyedik éve tartjuk meg a fehérvári mézünnepet. Rá akarjuk a fogyasztókat arra beszélni, hogy ha már évente 27 kilót cukrot fogyaszt a magyar, 27 kilót, abból jelenleg 1 kiló a méz, és a többi az pedig kristálycukor, meg mindenféle édesítő, különböző kukorica keményítőből állított szörpök, hogyha még egy kilót, az egy kiló mellé még egy kiló mézet fogyasztanánk, ami azért nem szénhidrát, hanem az egészséget tükrözi még mindig a magyar fogyasztók körében. Ha még egy kilót sikerülne a magyar fogyasztókkal elfogyasztatni, akkor a magyar méztermést, ami az a 20 ezer tonna, gyakorlatilag mi magyarok elfogyasztanánk, a méhészeknek nem lenne problémája, a fogyasztóknak pedig sokkal egészségesebb termékeket fogyasztanának, mint hogyha különböző izocukrokat és gabonákból, kukoricákból előállított cukor helyettesítőket fogyasztanának. Kis Norbert a Fejér megyei méhészek egyesületének elnöke számára is az esztendő egyik legfontosabb eseménye a mézünnep. Várunk mindenkit ebbe a három napba itt az országzászló téren, egy kis mézes kóstolókra, különböző mézfajtákkal készültünk, kis ínyenségekkel, szörpökkel, lekvárokkal, amik szintén mézzel készülnek, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Természetesen a harmadik napon is benépesült az országzászló tér, megérkeztek a mézünnepre Székesfehérvárra az ország és Erdély mézlovagrendjei, hogy Lódi József nagymester és Borszéki Eszter Viktória mézkirálynő vezetésével először a bőrnadrágos részfogós banda kíséretében felvonulással tisztelegjenek a királyi város előtt, majd az országzászló téren ünnepélyes keretek között folytatódott a program, amelynek keretében Kis Norbert a Fejér megyei méhészek egyesületének elnöke felkérésére elsőként a vendéglátóváros polgármestere Cserpakovics András köszöntötte a magyar méhészet képviselőit. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön természetesen elnök urat, a lovagrendek képviselőit és külön a királynőt, köszöntjük őt itt a királyok városában.
mind ahogy önöket is, és azt hiszem, hogy tényleg most már szép hagyománnyá kezd válni, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében tudunk találkozni. Az idei az talán annyiban még különlegesebb, hogy a Királyi Napok gyakorlatilag még meg se nyílt, hiszen ezt néhány óra múlva fogjuk csak hivatalosan is megnyitni, de örülök annak, hogy így együtt tudunk lenni és tudunk találkozni önökkel is, és természetesen a Vármegyéből érkezett méhészetekkel is. Nekik remélem, hogy egy jó kis lehetőség arra, hogy túl azon, hogy magukat bemutatják, túl azon a méz fontosságára is felhívhassuk így közösen a figyelmet. Bízom benne, hogy folyamatos az érdeklődés, hiszen ha van magyar gasztronómiához kötődő érték, akkor azt hiszem, hogy ez mindenképpen az, arról nem is beszélve, hogy az egészségünkért is tehetünk. Én magam is délelőtt, amikor a reggeli kapucsinomat megittam, akkor vízet tettem bele, és gondoltam rá, hogy hát ezt azt hiszem, hogy ma különösen bölcsen tettem. Úgyhogy örülök, hogy így együtt lehetünk. Tényleg azt kívánom magunknak, hogy a következő években is tudjunk itt találkozni Királyi Napok rendezvénysorozat keretében, de nem húznám tovább a szót, mert a zakó is meleg tud ilyenkor lenni, de az önök ruhája talán különösen az, minden esetre nagyon-nagyon szép, különösen a hölgyek nagyon csinosak, az urak elegánsak, és örülök, hogy így együtt tudunk találkozni. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, szép vasárnapot, aztán pedig a városnak nagyon szép ünnepi hetet kívánok. Az ünnepségen beszédet mondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei elnöke Varga Imre István is, aki ismertette az elmúlt időszak változásait, illetve hitet tett a magyar méz európai vezető szerepének megőrzése mellett. Lovagrendek múltja már több száz évre tekint vissza, és a mai napig fontos nemes küldetések céljából jöttek létre, és léteznek szerte a világon. Lovagnak lenni egykor és most is kiváltságot, ám ugyanakkor igen nagy felelősséget is jelent. Bármilyen cél vagy eszme révén is jöttek létre a lovagrendek, van egy tényező, ami kortól és időponttól is függetlenül aktuális. Az pedig az, hogy a saját területükön a legkiválóbb emberek kerültek kiválasztásra, akiknek a szakmai elhivatottsága, kiemelkedő képességei, és nem utolsó sorban nemes emberi erényei vitathatatlanok voltak. A mai idők lovagrendjei természetesen már lényegesen más indítatásból jöttek létre, a társadalom, a kultúra olyan területein vannak jelen, amelyek mögöttes tartalma, egyetemes üzenete, nélkülözhetetlen eleme jelenünknek és jövőnknek. A Szent István mézlovagrend munkája is ezt tükrözi. Talán nem túlzó vélemény, hogy napjainkban már széles körben ismert a méhek világa és a méz egészséges, jótékony hatása. Folyamatos feladat a mézzel kapcsolatos edukáció terjesztése, hogy minden generációban ismert legyen, hogy mivel foglalkoznak a méhek, milyen pozitív egészségügyi hatásokat köszönhetünk a méznek. Ma újra összegyűltünk, hogy eleget tegyünk ennek a kötelezettségnek, ami a mézlovagrend számára minden bizonnyal szenvedély is egyben. Én úgy gondolom, hogy üdvözölhetjük a magyar élelmiszer könyvnek azt a módosítását is, ami a közlönyben az elmúlt hónapban jelent meg, és hamarosan jogerőre fog emelkedni. A mézes üvegeken kötelező lesz majd feltüntetni a származási országok szerinti összetevőket, és azt kell megjelölni elsősorban, ami az összetevők tekintetében a legnagyobb arányt jelenti a mézes üvegben, és utána csökkenő sorrendben a többi származási országot is fel kell tüntetni. Úgy gondolom, hogy ez a módosítás, ez az előírás a hazai termelőknek egy jelentős előrelépést fog okozni, hiszen a külföldről érkezett, felhígított, kevert, alacsonyabb minőségű és sok esetben olcsóbb mézek esetében egy olyan minőségi problémát fog ezzel megoldani, hogy a vásárló már tudatosan tud választani a hazai és a kevert minőségű portékák között. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a módosítás egy új lendületet ad a méhészetnek, hiszen
az időjárás és a különböző méhbetegségek mellett rengeteg kihívás van, ami próbára teszi ezt a szektort, és a mézlovagrendeknek a munkájához, az edukációs, ismeretterjesztő munkájához én további sikert és kitartást kívánok. Ez a rendezvény is egy nagyon jó alkalom arra, hogy szélesebb körben ismerté tegyük a méznek a pozitív egészségügyi hatásait, és hogy a társadalom az egészséges táplálkozás miatt a mindennapi élelmiszerek közé beillesz-e ezt az alapvető élelmiszert is, úgyhogy fogyasszunk mézet és éljünk egészségesen. Borszéki Eszter Viktória hazánk mézkirálynője országjáró körúton népszerűsíti a magyar mézet. A 25 állomásos országjáró körút keretében első útja Székesfehérvárra vezetett, amelynek keretében megerősítette, hogy a magyar méhésztársadalom szakmai ereje továbbra is a vásárlók szolgálatában áll. A nevem Borszéki Viktória, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy megválasztottak Magyarország 2023-as mézkirálynőjének. Mézkirálynőként feladatom a méhésztársadalmat mindenkor pártfogolni, és mint egy szószólójukként az érdekükben tevékenykedni, valamint a magyar méz nagyköveteként a termelői magyar mézet és különböző méhészeti termékeket propagálni. A méhészet világába 3 éve kezdett bevezetni engem a párom, aki első generációs méhész. Már a kezdetekkor éreztem, hogy elvarázsol engem ez a világ, és szeretnék tevékeny részesévé válni a méhész társadalomnak. Mára már elmondhatom, hogy a párommal mindenféle méhészeti munkát együtt végzünk, és nekem is vannak saját méh családjaim. Szívügyemnek érzem, hogy támogassam a magyar méhészeket, hogy kiálljak a méhek nélkülözhetetlensége mellett, és népszerűsítsem a magyar termelői méz fogyasztását. A következő 1 évben ehhez mérten fogom elvégezni mézkirálynői feladataimat. Megtiszteltetésnek érzem, hogy első nyilvános szereplésemre mézkirálynőként az ország koronázási, illetve királyi városában Székesfehérváron kerül sor. Szívmelengető volt megélnem a nap folyamán, hogy együtt vonulhattam a mézlovagrendekkel, illetve megélhettem életem első mézszentelő szentmiséjét. Ezen a 3 napos mézünnepen a kedves méhész kollégák felsorakoztatják a méhészeti termékek és fajta mézek tárházát, és az érdeklődőknek van lehetőségük kóstolásra is. A mézek skálája rendkívül sokrétű, úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja az ízléséhez illőt, vagy választhat a mézek és egyéb méhészeti termékek jótékony hatásai alapján is. Továbbá mézet vásárolni azért is érdemes helyi méhészektől, mert ezzel a vásárló közvetetten a beporzást is támogatja. Hiszen napjainkban méhészek nélkül a méhek nem tudnának életben maradni, így amikor magyar termelőtől vásárolnak mézet, a magyarországi beporzást és ezáltal az élelmiszertermelést támogatják. Végül szeretném megköszönni a meghívást és a szívélyes fogadtatást a Szent István Mézlovagrendnek. Érezhető, hogy erre a rendezvényre mézzel, lélekkel készültek. Lódi József a vendéglátó mézlovagrend nagymestere számára megtiszteltetés, hogy ez évben is vendégül láthatják a hazai és a Kárpát-medencei mézlovagrendek kieles képviselőit, és beszédében megerősítette, a méhésztársadalom sokat tehet azért, hogy a magyar mezőgazdaság továbbra is teljesítse küldetését. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket, a lovagrendek képviselőit, határon, innen és határon túlról is. Nagyon szép számba jöttünk itt össze, hogy népszerűsítsük a magyar mézet ebben a válságos helyzetben, hogy a magyar mézet összefogva is tudjuk népszerűsíteni, illetve kóstoltatni a magyar emberekkel, mert kitartóan az a cél Magyarországon a mézlovagrendek részéről, hogy a jól megtermelt magyar méz Magyarországon kerüljön elfogyasztásra, és ezért jöttek létre a magyar mézlovagrendek, illetve a határon túli mézlovagrendek is, hogy a méz a saját országukba jó helyre kerüljön, nem pedig valamilyen más ország mézébe. Az ünnepség keretében új mézlovagot fogadott soraiba a Szent István mézlovagrend, Antal Lukács Júlia, aki férjével Antal István mézlovaggal az általuk létrehozott appi terápiás házban a méhekkel a kaptár levegőjével gyógyítanak.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.